Sziasztok! Bizonyára láttátok, hogy a versenyzők a konyhafülökben olasz ételt készítettek. Hát én is készíteni fogok egy olasz ételt, mégpedig a risottót, amin annyian el szoktak vérezni, sosem szoktunk elégedettek lenni vele. Mindig vagy túl fő a rizs, vagy esetlegesen túl száraz a rizs, vagy nincs benne elég kraft vagy saft, úgyhogy én azt gondolom, hogy bele is vágunk. Én megmutatom, hogy én hogy szerettem a risottót, egy picit más lesz. Tehát az én risottóm az egy picit mediterrán stílusú lesz, és lényegében beleteszünk majd szárított paradicsomot, egy kevés olivát, friss articsókát, és még ami egy picit különbözni fog a többi risottótól, hogy én a végén mascarponéval fogom majd dúsítani. A kezdetek kezdete az az, hogy hozzáadjuk a kis edényünkhöz a bacon szalonnát, és teszünk rá egy kevés olívaolajat. Ameddig a zsiradékunk az kiolvad, addig föl is vágunk egy... Hát hogy is mondjam, inkább egy ilyen pörkölt alapot, fogjuk a vörös hagymát, apróra fogjuk vágni, mert is a kis békönünk mellé. Fölvágunk hozzá egy kevés fokhagymát is, hozzáadjuk, felbontjuk a risotto rizsünket, és hozzá is adjuk a hagymához és a fokhagymához. És van itt nekünk még egy kevés fehérborunk, ezzel fogjuk fellazítani a pirult rizseket. Muszáj, hogy elforjon a borunk, úgy nem lesz savanyú. És hozzáadunk zöldség alaplevet, de csak éppen, hogy annyit, hogy ellepje. A risottónak a titka csak az, hogy pontosan annyi alaplevet adunk hozzá, hogy ellepje, és szépen forraljuk, és amikor már elmenne, elpárologna ez az alaplé, akkor pótoljuk. Tehát állandóan pótolunk, elforralunk. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos, hogy ezeket a lépéseket betartsuk. Következő pedig az articsókának a felhasználása. Körbe szedjük ezeket a kis leveleket. Meg is vagyunk, el is érkeztünk ahhoz a ponthoz, ahol már igencsak zsenge levelek találhatóak. Levágjuk ezt a kis szár részt. Itt ennél a puha résznél is ejtünk egy meccést. Fogom, és szépen így körbe hámozom, majd mindig, amikor hámozok egy picit, van itt nekem citromos vizem, bele is helyezem. Ez azért fontos, hogy az articsókánk ne feketedjen be, mert van egy ilyen tulajdonsága, hogy könnyen oxidálódik. Ezentúl, aki nézi ezt a videót, elsétál articsóka mellett, kutya kötelessége elvenni egyet legalább, és otthon kipróbálni. Tehát utána, amit csinálunk, egy ilyen kis dinnyevájó, de akár még egy kanál is tökéletes hozzá, elkezdjük kikapirgálni ezt a kis szőrös fás részt, közben megint mártunk egyet a citromos jeges vízben. És megnézitek, készen is vagyunk, föl fogjuk vágni. Szépen megfogjuk, csíkokra vágjuk, majd ezeket a csíkokkal keresztbe, apró kis darabokra. Hozzá is adom a risottomhoz. És ha már mediterrán risotto, illetve mediterrán stílusú, van itt nekünk kis szárított paradicsomunk, amiből szépen apró kis metélteket vágunk, kinyitjuk az olivánkat, kiveszünk belőle 6-8 szemet, és valójában a risottomhoz nem is adok sót, mert az olivának olyan sósága van, ami pont annyit fog hozzáadni majd, amikor kifőd benne a só, hogy beízesítse, és nem utolsó sorban ne felejtsük el, hogy a parmezán is majd egy ilyen kis naturális ízfokozó, úgyhogy ettől szép ez az étel, hogy abszolút sómentesre tudjuk csinálni. Szépen összeaprítjuk az olivát, ezt is félretoljuk, félrehúzzuk. Most jön a harmadik pótlás, ahogy látjátok. Ahogy elkezdi alulot lekapni, rá is öntjük gyorsan az alaplevet. Szokták mondani Olaszországban, hogy al dente legyen a kis risottónk, tehát fogkemény, ami hozzáteszem nem azt jelenti, hogy keménynek kell lenni a rizsszemeknek, hanem a rugalmasságának meg kell, hogy legyen, tehát legyen mit rágni, semmiképp ne legyen kemény, és a szétfőtt risottó sem túl kellemes. Meg is érkeztünk. Abszolút jó, úgyhogy bele is helyezem még ezeket az ízfokozókat. És ilyenkor nincs más hátra, félrehúzzuk, és ha megnézitek, akkor még van ott annyi lé, amit majd szépen bekrémesítünk. Első lépésben van itt nekünk egy pici mascarponénk, általában nem hozzávaló alapanyag a mascarpone egy risottóban. Én viszont most egy picit megtöröm ezeket a szabályokat, próbáljátok ki ti is otthon. Sokkal krémesebb, sokkal dúsabb lesz az egész.
parmezánt hozzá fogunk reszelni. Ezt is gyorsan belekeverjük, belemozgatjuk. És nem utolsó sorban vajat adunk hozzá, ezzel fogjuk még egy picit krémesíteni és dúsítani. Szépen elkeverjük. Nincs más hátra, mint a tálalása ennek a csodás risottónak. És amit még ráteszünk, az friss bazsalikom levél, hisz ez a kis mediterrán stílushoz, ízekhez nagyon jól megy a bazsalikom. És befejezésképp adunk hozzá egy pici olívaolajat. Na meg egy kicsi fekete borsot. Ebben a pillanatban el is készültünk az én kedvenc risottommal, ami mediterrán stílusban articsókával, olivával és szárított paradicsommal készül. Próbáljátok ki, jó étvágyat hozzá! A minőségi hozzávalók és a mesteri fogások támogatója a Spar és az Interspar.